Pro Civitate kitüntetést kapott augusztus 20-án szülővárosától a nagy vándor labdarúgó Kül Lajos, aki disszidensként a belga Bruges színeiben úgy játszott megdöntőt, hogy a magyar kommentátor a nevét sem mondta ki. Az olimpiai ezüstérmes futballistát kérdezzük VB-selejtezők és díja apropóján az aktuális helyzetről. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a kitüntetés, ez meglepet? Vagy van olyan, hogy az ember van valamiféle elismerésre számít egy közegben? Hát feltételezem, hogy minden elismerés, pontosan minden kitüntetés valahol azt jelenti, hogy a munkákat elismerik. Különösen jól esik ez akkor, hogyha tényleg, hát, hogy említetted, szülővárosomban történik ez. Jó néhány csodálatos díjat mondhatunk magunkénak, magaménak, itt a Prima Primissimától, a Széchenyi díjon keresztül, a határon túli magyarok, fiatal magyarokért, és a, tehát különböző díjakat kaptam már, megyei díszpolgárdíjat, akkor magyar örökségdíjat, de ez tényleg az, hogy Szent István csodálatos városán, és pontosan Szent István ünnepén, augusztus 20-án kérem, tényleg a szülővárosán megtisztelik az embert egy ilyen Pro Civitate díjjal, ez mindenféleképpen hogy a szívet, lelket merenget. Amely szülővárosod, ugye Székesfehérvárra, te visszatértél, és most is onnan jöttél. Hát Székesfehérvárra voltam, élsz. Vagyok, kérek. De milyen volt elhagyni annak idején? Könnyű szívvel mondtál igent akkor a Fradi hívására? Hát ne, azért az volt a helyzet, ugye a Ferencváros azért az mindenek felett a labdarúgásban, mivel hogy a magyar labdarúgás nemzeti színháza. Tehát ez nemzeti színház, a legnépszerűbb csapat, mi akkor a legjobb csapat is volt. És hát nem hagytam el, tehát egyet léptem csak előre, és akkor ott is boldogok voltak Székesfehérváron olyan értelemben, hogy hát azért nem akármilyen szintársulatra szegődtem. Hogyan alakult a te kapcsolatod a városoddal, különösképpen a külföldre távozásod után? Hát Székesfehérvár, hát ott laktam mindig, anyámék, drága jópám meghalt már, anyámék, tehát a testvér, két testvérem, nővérem, bátyám ott lakik, rengeteg jó barát, iskolatársak, stb. Hát rengeteg minden oda között, és tényleg hát szívem csücske. Budapest egy csodán világ legszebb városa, de a Székesfehérvár az embernek a szülővárosa, tényleg, hát azért az nagyon... Budapest a világ legszebb városa, a Székesfehérvár meg Magyarország legszebb városa, igaz mondjuk? Székesfehérvár pedig az, hogy tényleg a szívem csücske. Na de, hogy a kapcsolat a várossal, meg az ott hagyott családokkal és barátokkal azokban az években, ami az, nyilván az elején nehéz volt, amikor elmentél. Hát egyszerűen 10 évig nem voltam jelen. Na hát azt tehát mondom. 10 évig kint voltam, egyetlen lehetőség volt, ugye, hát telefon akkor ismerjük, hogy milyen volt, hol volt, hol nem volt, mint a mesében. Hát hol nem volt. De azért, amikor volt, hát azért próbáltam, voltak ismerősök, akiknek volt telefonjuk, nekünk nem volt otthon, hát nem volt egyszerű kapni. És akkor telefonon is természetesen, ha volt, a másik meg hát a levél lehetősége. Tehát a levelet írtam, ugyan kontrollálták mindig, mindenkor, mindaz, abban az időben szokványos volt, sőt, mi több kiszálltak emberek és kérdezték drága jó anyámat, hogy érte a kedves fia. Hogy ne írtam, meg tudnám mutatni? Persze, hát ők reménykedtek abban, hogy valamilyen politikai fogás lesz ebben, meg tudnak fogni, és akkor találnak fogást rajtam, és akkor jó Isten tudja, még a 2,5 év börtönben, én annyit kaptam, amikor kimentem, állítólag az automatikus, de hát gondoltam, hogy még rá tudnak arra pakolni. A lényeg a dolognak, hogy tehát a leveleken keresztül tartottam a kapcsolatot, levelezésen keresztül, és hát ez 10 évig így ment. 10 évig kérem, azt mondták, hogy helyben járásban nem engednek haza. Bart Sanyi bácsival, kérem, a Magyar Labdarúgó Szövetség volt felnöke, az UEFA alelnöke, aki kint volt a megdöntőnkön, és tehát volt egy ilyen, hogy egy évre rá, sőt, több, másfél évre rá, hogy kimentem, hát isteni csoda volt. Tehát a Lázár feltámasztása volt ehhez hasonló, kérem. Tényleg az, hogy megdöntőben szerepelhetem, annak ellenére, hogy egyik újságunk, Népszabadság, hagyd mondjuk meg, vagy reklámozzuk, már nincsen. Megírta, kérem, hogy Kül Lajos ismét haladt magáról. Egy liezsi kocsmával, kérem, a rendőreivel, hát kicsit úgy összeveszett, minek következtében az őt legjobban megillető helyre, a liezsi börtönbe került. Pekjük volt szerencsétleneknek, mert rá másfél hónapra megdöntő volt, és ott felléptem. Ha nem léptem volna fel ennek a megdöntőnek, mint az egész világ, pontos, egész világ látott, mert itt-ottam ott közölték, hogy láttak mindenütt, kérem, akkor az az állítás, amit a Népszabadság közölt, hát megállt volna, hát kérem, egy börtöntőt elég, rossz vagy, a diszidens, elpusztul valahogy a börtön mélyén. Na de azt, hogy ez a fellépés, hát
a, hogy mondjam, 100 000 néző gyűrűjébe hasonlíthatott egy kicsit a börtönre, de nem az volt, hála Istennek, egy csodálatos történet volt, hát én szerintem ez tündérmeség csodája. Na most, ha hazatérünk és maradunk megint Fehérváron, ott van a Videóton, nagyon kevés magyar futballista játszik most benne, láttuk a csapatot az Európa Liga főtábla küszöbére jutni. Igen. És ott elbukni. A tendenciát jónak tartod-e? Magyar labdarúgó, külföldiek? Már hogy hogyan értem? Hogy... Hát úgy, hogy, hogy sok a légiós, tehát úgy tűnik, hogy azok a magyar futballcsapatok, amelyek nemzetközi szintre vágynak, vagy szeretnek odalépni, elsősorban külföldi labdarúgókhoz nyúlnak. Ez egy kényszer? Hát most én szívesebben látnám, legyünk egy konkrét példát a Videótonban. Hát ott van a kis Géres, ott van a kis Kovács. Szerintem egyik legtehetségesebb játékos kis Kovács, és tényleg epizód szerepekre van károsztatva. Én ezt nem értem. Tehát, hogy ha van egy ilyen talentum, hogyha több lehetőséget adtunk volna neki, biztos szerintem előrébb tartana. Válogatott szinten is. Én szerintem egy kitűnő képességű játékos több lehetőséggel többre vitte volna már. De hát ott a Géres is. Tehát ez nagyon jó volt. Pontosan az ő edzőjük szerint ez a holland úriember volt, aki úgy gondolta, hogy ez a szerb trió, vagy mondjuk vagy van egy duó, és akkor van Bosznia is rá, ugye kérem a csapatba, hát ezek, hogy mondjam, hát jobb eredmények lesznek képesek. De hát a másik oldalon viszont ott van az a probléma, ugye hát a magyarok nem kapták, ezek a tehetséges magyarok, ezek tényleg tehetséges magyarok, nem kapják meg azt a lehetőséget, amit megérdemelhetnének. Mert Kovács Pistának az esetét vegyük konkrétan. Következő volt, kritizálták ott különböző dolgok, hogy nem küzd és nem is rúg elég gólt, tehát nem elég eredményes. Most a legutolsó hivatalos fellépése egy évvel korábban, pontosan a dánok ellen a kupába, idegenbe, kérem, ő volt a mezőny legjobbja, gólt lőtt, felszántotta a pályát, és azóta érdekes módon egyszerűen nem kap lehetőséget. De most ezt ki érti? Egy komoly talentumunkról van szó. Értelek, tehát a kevéssé használják a magyar futballistákat, azt mondod, a Videótonból 3, a Fradiból 5 játékos szerepel most a válogatottban. Igen. Ebből a két csapatból szerinted kik lehetnek ott a kezdőben? Hát amit olvasott ma az ember, tehát ugye néztem a nemzeti sportot, a Ben Stork ragaszkodik azokhoz az emberekhez, akik tulajdonképpen ott Franciaországban, a belga meccset kivébe, tényleg. Hát a visszanyúl most hozzájuk a kudarc után. Igen. Azokhoz a játékosokhoz, akik azt a gyönyörű szép felfutást csinálták egészen a belga királyság ellen történő meccsig. Addig csodálatos. Hát az egész világ megcsodálta ezt. Hát ugye kezdődött Bordeauxba, folytatódott Marseille-be, aztán mentünk tovább, hát 25 000 magyar volt. Tehát Hannibal óta nem látott ennyi idegen. Hát igen, csak utána a belga királyság ugye a Kongóhoz látható pusztítást végzett nálunk. Na igen, az katasztrófa. De még egy dolgot kérlek, van egy ilyen magazin, ott úgy hívják, hogy La Provence. Hát ők írták, hogy Bienvenue à Hongrie. A címlapon. Tehát az, hogy Isten hozott Magyarországon, és akkor mutatták, kérem, a képet, hogy a bazilikától 25 000 ember vonult le a stadionig. Hát itt egyszerűen hosszú tömegcsorokban. Egyszerűen nem volt, más nem lehetett látni, mint ember tömeget, kérem, föntről vonulnak le. És az mind magyarok voltak. Piros-fehér zöld szerelő. Hát ilyen nincsen. A világ legjobb szurkolótából a abszolút. Még. Most is. Megértett Ben Storkot, hogy visszanyúlt azokhoz a játékosokhoz? Nem. Tehát, hogy befejezi a kísérletezést, mert nem vált be? Megértem, mert más lehetőség, de az én véleményem még mellett az, hogy azért mindig, mindenkor a legjobb csapatot, a legjobb formában lévő csapatot kéne felállítani, mert én azzal nem nagyon értem. Építjük a jövő csapatát, rendben van, de úgy, hogy kérem, amikor én kimegyek, akkor az nekem tetszen és olyan eredménye. Mindig a legjobb csapatot kell felállítani. A legjobb formában lévő játékos, akik játszanak a klubjaikban. És mindig, amikor a néző megvásárolja a jegyet, az akkor szeretne olyan szintű szórakozáshoz jutni, és olyan eredményhez, elsősorban olyan hozzáállást látni, amit joggal elvárhat ugye a profizmustól. Tehát a professzionista labdarúgóktól, akiknek ez a foglalkozás. Téged meglepett, hogy Andorra után helyén maradt a kapitány, vagy az lepett volna meg, hogyha nem maradt volna helyén? Ez meglepett, hogy helyén maradt. Őnek, ha Julián, akkor azt kellett mondani, Dankeschön. Dankeschön, köszönöm szépen, és akkor veszik alapját. Ez nem. Tehát ez, hogy mondjam, minden idők egyik legnagyobb, talán a magyar Mohács volt. Ugye tegnap volt, augusztus 29-e, ifjú királyunk elveszett, kérem, Mohácson.
és a történelmi Magyarországot elbukott, pontosabban később egy kicsit, de az volt a legnagyobb döfés, mert ugye tudjuk, hogy 1541-ben Budát csellel bevették, és akkor dőlt el tulajdonképpen a középkori Magyarország sorsa, de az óriási csapás volt ez a Mohácsi tatamező téma. Tomori vezetésre sajnos ismerjük a történeteket, itt viszont hát Andorránál nem is tudok szégyenteljesebb vereséget. Talán, de nem is tudok szégyenteljesebbet. Az, hogy a csehektől kikaptuk, az egy nagyon jó csapat volt. Annak ellenére, hogy tehát jó nevekből álló csapat volt. De ez, tehát én is tudom, hogy hát, minek lehetne ezeket a szerénképességű andorraikat. Még a lettek is legyőzték őket. Egyetlen győzelmük van a letteknek, az egy évvel ezelőtt volt, kérem, 1-0-ra győztek Andorrával. Na most ezek után a lettek ellen. Igen. Csak a győzelem az elfogadható? Visszanyúlva... Álljon meg a be! Egyértelműen, nem is szabad tovább menni. Csak a győzelem. Itt semmiféle fajta kifogás nem lehet. Mi világbajnokok vagyunk abban, hogy kérem, hát ez volt kicsit jobban sütött a nap a kellettélnél, vagy a göröngyös volt a pály, vagy ez a szemét, megint a bíró, kérem. Nem. Itt nincs semmi, nem lehet semmiféle kifogás. Egyetlen eredmény elfogadható az, hogy piros-fehér, zöld színek, kérem, diadalra jutnak. Csak győzelem lett, csak semmi győzelem. Más. Volt egy ilyen közmondás, hogy Entvéde, Zigó, de Szibéria, németek. Győzelem vagy Szibéria, kérem. Tehát itt nem lehet más. Tehát csak győzelem lehetséges. Portugália ellen? Hát Portugália, én bízom a meglepetésbe. Ha Ronaldo kifog egy jó napot, akkor sajnos túl sok esélyünk nincs, de én bízom azért a hazai, a világ legjobb szurkolótáborba, tehát a 12. játékosban, meg bízom a srácoknak tényleg a hozzáállásában, hogy hát meg akarják végül is mutatni egy komoly ellenfélelemet. Lettek ezek azért nem abban a kategóriában sorolhatók. Hát meglátjuk. Még egyszer gratulunk a díjathoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, megtisztelő.